jótékonysági koncertet tartottak a Nepomuki Szent János főplébánia templomban április 7-én, a Rotunda Kórus Alapítvány és a Rákos Csabai Közösségi Ház szervezésében. A rendezvényen 6 kórus működött közre, az eseményt a Rákosligeti Tavasz Női Kar és a Harmónia Női Kar nyitotta meg fellépésével. Dávid Krisztina karnagy kiemelte, évről évre csatlakoznak a kezdeményezéshez, hogy ezzel is támogatni tudják a rákosmente mentéséért alapítvány tevékenységét. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon szép hagyomány itt a kerületben, hogy minden évben rendezünk egy ilyen jótékonysági koncertet, és jó érzés az, hogy a kerület minden kórusa megmozdul ilyenkor. Nagyon jó együtt lenni ezen az alkalmon. Én azt gondolom, hogy ha mi a hangunkkal hozzá tudunk tenni, és segíteni tudunk egy ilyen nemes ügy érdekében egy picit is, akkor ahhoz igenis csatlakozni kell. Bánki Róbert, a Rákosmente Mentésért Alapítvány alapítója elmondta, nagyon hálásak a koncert létrejöttéért és a beérkező felajánlásokért. A rendelkezésükre bocsájtott pénzösszeget főként a mentőautóban egyszer használatos, gyorsan fogyó eszközök pótlására fogják majd fordítani. Emellett lehetőségük nyílik további célok megvalósítására is, ahogyan ez a szervezet életében tavaly is megtörtént. Az alapítványnak tárgyi adományokat elég nehéz adni, mert egy speciális eszközpark az, amit használunk, tehát ezt az emberek nem nagyon tudják és ismerik. Ugye ennek a tavalyi hangversenynek a bevételéből egy olyan speciális lélegeztető maszkot vásároltunk, amit a mentőszolgálatnál mi használunk először, kipróbáljuk. A kórházban egyébként egy nagyon jó bevált, nagyon drága maszkról van szó, úgyhogy a tavalyi hangverseny bevételt erre fordítottuk. Tótné Mózer Anna Mária, a Rotunda énekegyüttes és a Harmónia Női Kar kórus vezetője rámutatott. Kivétel nélkül mindegyik jelenlévő kórus fontosnak tartja, hogy egy jó ügy mellett kiálljon. A fellépő együtteseknek pedig szinte mindegyike rákosmenti kötődésű. Éppen ezért van kiemelt jelentősége annak, hogy helyben működő alapítványokat is támogatnak. Amióta a Rotunda énekegyüttes működik, ugye ez most már több mint 31 éve, mindig fontosnak tartottuk, hogy találjunk jó ügyet, ami mellé állhatunk. Énekeltünk mi a Bohóc doktoroknak, a gyerekmentőszolgálatnak, a Down alapítványnak, és aztán csak nem 10 éve összetalálkoztunk a helyi mentőszolgálattal, és akkor mellé álltunk, és azt gondoltuk, ez egy nagyon fontos ügy, ráadásul lokálpatrióta ügy, hiszen ez a Rákosmente Mentésért Alapítvány, vagyis főként a 17. kerületi lakosokat látják el. A hangversenyt követően a megjelentek a templom bejáratánál elhelyezett adománygyűjtő dobozban helyezhették el felajánlásaikat.